Jézus szíve, te légy vezérünk. A Hévízi Terézanya Szociális Integrált Intézmény lakói naponta végzett közös imával és énekekkel készülnek névadójuk szenté avatására. A városban csaknem negyed százada intézményes az idősekről való gondoskodás. Az intézménynek a jogelődje az 1992-ben alapítódott az időseknek a napközbeni ellátására, ami később bővült ki idősek bentlakásos otthonává, ez 2002-ben történt meg, és gyakorlatilag akkor kezdődött ugye lakókkal való belakása az intézménynek. Két telephelyen rendelkezünk, és összesen 57 lakó lakik nálunk. A névválasztás pedig hát nem volt véletlen, hiszen Terézanya az idősek, a szegények, illetve valamilyen módon rászorulóknak a megsegítésére szentelte egész életét, és azt gondolom, hogy ez így hűen tükrözi az intézménynek a hozzáállása, illetve a filozófiáját azzal kapcsolatban, hogy mit szeretnénk mi elérni az ellátottainkkal. Az idősek otthonában a lakók névadójuk, Kalkuttai Terézanya szenté avatására készülnek, köztük a 10 éve itt lakó Klári néni is. Minden nap itt vagyunk, és mivel hogy ennek az otthonnak is az a neve, hogy otthon, próbáljuk meg egymást úgy szeretni, meg úgy tényleg, én is mindig, mindenkihez majdnem oda megyek azért, hogy csak egy-két szóval, vagy bármivel valamilyen formában. De ez, hogy itt együtt vagyunk, ez minden héten megtörténik, így egy csapat, akik csak le tudnak így jönni. Az otthon erekjét is őriz Terézanyától. Épp Klári néni vette át, ahogy ő mondja, egy vadidegentől, aki Indiából hozta el nekik az ajándékot, egy Terézanya által saját kezével hímzett terítőt. Az erekjét az otthon oltárán őrizték, de most bekeretezték és a falon helyezték el, hogy mindenki láthassa, aki betér az intézménybe. Varrása a Teréz anyának. Itt meglátszik a kéznyoma, és rajt van a Teréz anyának az új lenyomata, ami szívünknek, hát lelkünket melengedheti. Az itt élők szívét, lelkét a tudat is melegíti, hogy névadójuk szenté lesz. Készülnek is az avatásra, a Terézanya által írott imádságokat tanulják és mondják minden nap. Ó Istenem, hisszük, hogy jelen vagy, teljes szívünkkel és lelkünkkel szeretünk. Imádunk téged, mert te vagy a legméltóbb erre. Terézanya akkor vált most így különösen fontossá, amikor ismerté vált, hogy a szenté avatása megtörténik. Ezért a lakóink az imádságaikban az ő által megfogalmazott és megalkotott imádságokat sorolják rendszeresen, és igyekeznek mindig újabb és újabbakat megtanulni, ma is és az elmúlt hetekben is éppen ez történik. A szentélyavatás napján a Hévízi Terézanya Szociális Intézmény idős otthonának lakói együtt kísérik figyelemmel a történéseket a tévékészülék előtt ülve.